Bizonyára mindenki észrevette már, hogy nyári hónapokban sem tétlenkednek az egyházi vezetők. Bibliaórák, lelkészi látogatások, keresztelők, esküvők és sajnos temetések is az elvégzendő feladatok sorát gyarapítják. Bár a teendők száma nem csökken, Stermecki András mégis hasznosnak tartja nyári időszakot. Azt mondta, egy lelkésznek ilyenkor van ideje intézni például a templommal kapcsolatos ügyeket, illetve a kötelező adminisztrációs feladatokat. Ilyenkor nyáron van több ideje a lelkésznek az adminisztrációs dolgokra, ami ugye elmaradt a tanév közben, és hát a templommal kapcsolatos, az ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Kisapostágon felújítjuk a játszóteret, itt Dunaújvárosban pedig hát egy nagyobb beruházásban vagyunk, fűtés, korszerűsítés, már napelemeket tettünk fel a templom tetőre, annak az inverterje működik már, de ennek a bővítése, aztán a fűtésrendszer további gazdaságosabbá tételén is dolgozunk. A lelkész egy aktualitásról is beszélt. Azt mondta, az energiaárak növekedése nem kerüli el a templomokat sem. Így jelenleg is azon dolgoznak, hogy hogyan tudják minél gazdaságosabban biztosítani a megfelelő hőmérsékletet az intézményben a téli időszakban. Egy ekkora templomteret, főleg téli időben nagyon nehéz kifűteni, és ez a dilemma az mindig megvan, hogy egyfolytában fűtsük, az is elég drága megoldás, vagy amikor alkalom van, előtte egy nappal, fél nappal előző este fűtsük be. Csak ugye van egy hatalmas hőtehetetlenség egy ekkora épületnek, és hogyha nem fűtjük egész nap, egész héten télen, akkor a kihűlt betontömeget, épülettömeget kell újra melegíteni, nem tudom, mi a jobb megoldás. Az evangélikus egyházközség izgatottan készül a szeptemberi iskolakezdésre is, ám azelőtti számos teendő vár még rájuk. Stermecki András ennek apropóján többek között az augusztus 20-ai ünnepet és az iskolakezdést megelőző, az evangélikusok számára kötelező tanévkezdő lelkész konferenciát nevezte meg. Augusztus 20-a után már el kell kezdeni az iskolákba látogatni, hogy a hitoktatás hogyan alakul az idei esztendőbe, más intézményekbe, óvodákba is, úgyhogy nem szeptember 1-jel indul, hanem már nyár végén. Ráadásul az evangélikus egyházban van egy tanévkezdő lelkész konferencia, augusztus 24-27-e között van ez az idei esztendőben, de máskor is így augusztus végén szokott lenni, meg kötelező részt venni, püspök úr számon tartja, itt is már készülünk a tanévkezdésre. A beszámolók alapján a településünkön működő egyházi közösségek tehát a nyári időszakban sem tétlenkednek, sőt, mindenki jelentős munkálatokat folytat a maga közösségein belül. Egy dolog azonban közös bennük, mindannyiuk számára kiemelt esemény lesz az iskolakezdés.